Szép jó estét kívánok a Paletta Kulturális Magazin nézőinek, egy csupa mosoly stúdióba invitálom önöket, még pedig azért, mert most bizony nosztalgiázni fogunk. Visszaemlékszünk arra a közel 30 esztendős, tehát egy emberöltönyi távolságból egy nagyszerű zenekarra és egy csodálatos klubra. Nem másról fogunk beszélgetni, mint a Rövid Zárlat együttes fantasztikus útjáról, illetve a Felsővárosi Műfház Rocky klubjáról. Hogy miért is történik ez? Hát igen, kérem szépen, november 3-án szombaton megújul ez az egész történet, ha lehet ilyet mondani, már pedig miért ne lehetne, hiszen itt van velem három ember, aki tesz arról, hogy ismét elvarázsoljanak bennünket rockkal, ami örök, mint tudjuk. Vendégeim Majoros Andor, Godó István és Veréci Zoltán. Szervusztok! Szervusztok! Hát 1990-et írunk virtuálisan, amikor a Rövid Zárlat együttes berobbant voltak éppen a Felsővárosba, a Zsupti-próba, ahogy akkoriban is ma is nevezzük, és elindult egy olyan úton, ami 10 esztendőn át tartott, tehát 2000-ig, és azt hiszem, hogy kevés népszerűbb hely volt akkoriban a városban, hiszen hát azért a rock, azt tudjuk, hogy nem összehasonlítható semmilyen más zenei irányzattal. Hogy kezdődött? Úgy szépen sorban mondjátok el, Bandikám. Átadnám a szót, mert ebben a történetben én vagyok a legutolsó. A legutolsó, ám legyen. Ülés sorrendben. No. Tulajdonképpen a bátyám indította el a Rocky klubot. 1990-ben még a vízügyi igazgatóság éttermében indult. Majd egy évvel később kerültünk át, vagy hát vonultunk át tulajdonképpen a Felsővárosi Művelődési Házba, ami utána egészen 2000-ig otthont adott a Rock and Roll klubnak, vagy később már csak úgy hívtuk, hogy Rocky klub, ugye, rövidebben. És a bátyám kezdeményezése volt az egész rendezvény, vagy az egész ötlet a fejéből pattant ki, ugyanis mi nagyon szerettük a régi zenéket, gyerekkoromban is tulajdonképpen Hungárián és hasonló Jampecos együtteseken nőttünk fel, és Fehérváron nagyon kevés hely volt, ahol igazi tánczenét lehetett, vagy tánczenére lehetett volna tényleg társas táncot táncolni. Kijártunk egy pár tánciskolát természetesen, ami akkoriban nagy divat volt, és nagyon szerettünk táncolni, amellett, hogy a zenét is nagyon szerettük, és így jött az ötlet, hogy kellene Fehérváron csinálni egy olyan helyet, ahol tényleg nem a korabeli diszkózenékre, hanem társas táncokat is lehet elsajátítani is, és gyakorolni is, és táncolni. Ráadásul élő zenére, úgyhogy és adta magát a Rövid Zárlat. Hát egy remek név. Honnét jött a név ötlete? Arról beszéljünk egy kicsit. A név ötlet később volt, mint a zenekar. Itt talán még a vízügyi igazgatóság éttermében, mikor először elindult a Rocky klub, oda járt két fiatal srác, Bokányi Zsolt, nem tudom, mond-e ez a név valamit, itt a Fehérvári média berkekben, illetve Kis Balázs, oda jártak, és tetszett nekik a dolog. Zsolti már akkor énekelgetett, a Kis Balázs meg dobolgatott, és így a Zolóval, bátyával, Gáborral próbáltak összehozni egy ilyen zenei formációt. Engem, mint a Gábor egykori osztálytársát megkerestek, mert tudták, hogy gitározom, és utána került a képbe Bandi, aki szintén osztálytársunk volt, ráadásul Veréci testvéreknek unokatestvére is, és így került ő utolsóként a közülünk a zenekarba basszusgitárosként. Akkor mondom, hogy a sztori tényleg hogy történt. Ugye a vízügyi központban a Zoló akkor már zongorázni tanult, nem is tudom ki, Dénes bácsi. Igen, Dénes bácsinál, még az építőkben talán Gábor meg szakszizni, és volt a vízügynél, hogy duettet adtatok elő, én úgy tudom, és akkor a Boka, illetve a Kis Balázs ezen felbuzdulva mondta, hogy hát ti vagytok ketten, mi vagyunk ketten, akkor kéne egy zenekart alapítani, aztán megkeresték Godit, és Gábor, unokatestvérem, mondta az egyik ilyen próbán, hogy Bandi, nincs-e kedved eljönni, meghallgatni minket. Volt. És
a katonai kollégiumban, a Katkóban, még a tóparton, a Bregyóval szemben, és akkor elmentem, és nagyon jó, én is szerettem ezeket a régi Hungária és egyéb rock and roll műfajt, és ott láttam, hogy van egy billentyűs, egy gitár, egy dob és egy ének. És játszottak Labambától elkezdve Haligali ilyen dolgokat, és mondom, nagyon jó ez, csak mondom, valami hiányzik belőle. És akkor benéztem a sarokba, és ott volt egy ilyen régi tévés papír dobozba, így beleöntve három basszus gitár, ilyen Jolana, meg egyéb márkájuk. Akusztikus gitáron már akkor játszogattam, kikaptam egyet, megnéztem, hogy mondom, szerintem ilyen hiányzik belőle. És akkor beszálltam a bandába, és azóta befogadtak. Nagyon népszerűek voltatok, népszerű volt ez az est. Én azt hiszem, hogy kevés fiatal fehérvári, tehát a hasonló korombeli, aki nem járt arra felé, tehát az akkori fiatalokat mondom. Mi adta a népszerűségét ezeknek az esteknek? Hiszen mindig teltház volt. Én úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy elég ismert slágereket játszottunk, azon kívül volt a helynek is egy varázsa, de emellett mindig igyekezett a kedves bátyám valami tematikus műsort összeállítani, tehát hétről, vagy hát később ugye két hetente került megrendezésre, de mindig igyekezett valami kis újdonságot belecsempészni. Előfordult, hogy rongyos bált tartottunk, vagy 70-es évek diszkózenéiből tartottunk estet, vagy magyar slágerek szóltak tulajdonképpen egész est folyamán, és ezek olyan változatosságot adtak, ami miatt én úgy gondolom, hogy szívesen látogattak el az emberek, és változatosságot nyújtott tulajdonképpen. Emlékezünk az első dalra. Mi hívta életre? Hogy na most már itt van, játszunk mi nagyon sok mindent, hogy itt felsorolás szintjén már megvolt, de kell nekünk egy sajátban is. Hát az első komolyabb megmérettetésünk még a katonai kollégium berkein belül egy balassagyarmati ilyen valami ki mit tud szerű, valami katonai középiskolák, ki mit tudja. Ki mit tudja, és akkor oda már ebben az összeállításban mentünk el, és ez egy háromnapos ilyen nagy happening volt. Klassz, a balassagyarmati katonai kollégiumban laktunk, ott voltak ilyen selejtezők, meg gálaest, meg nem tudom micsoda, és 8 dal volt, amit tudtunk akkor üzembiztosan. És azt a 8 dalt, azt a gálaesten kétszer lejátszottuk, mert hát ki kellett tölteni az időt, de közben természetesen minden másra is jutott idő, kis bulizásra, kis sörözésre, csajozásra, erre-arra. És Gáborral kitaláltuk, hogy hát kéne most már valami saját dalt írni, meg akkor volt pont porondon az, hogy kezdünk a Rocky Klubba élő fellépéssel, és kitaláltuk, hogy írjunk rá egy Rocky Klub indulót. És akkor a többiek elmentek mindenfele bulizni, Gábor ott maradtunk a szobába is, egy szál gitárra, meg egy szaxofonnal megírtuk a zenét, szöveget, és akkor ez lett a Rocky Klub induló, ami a zenekar himnusza, és most 4-én, vagy 3-án, bocsánat, 3-án is el fog hangozni természetesen a comeback bulin. Én egy kicsit visszatérnék az előző kérdésedre, hogy hogyan született a Rövid Zárlat együttes neve tulajdonképpen. Ez úgy történt, hogy nálunk a József Attila utcában, ahol laktunk, ott próbáltunk a 3. emeleti panelban, és ugye nem volt neve az együttesnek, hát ez nagyon hatalmas dilemma volt, hogy hát milyen nevet választhatnánk egy magyar rock and roll együttesnek, ez így már eleve konfliktust okoz, ugye, ez a képzavart okoz, és úgy döntöttünk, hogy mivel elsősorban rock and roll-t szeretnénk játszani, ezért fölütjük a lexikont, és nem tudom, hogy ez műszaki. Tehát azért nem hagytam, mert ez egy műszaki lexikon. Műszaki lexikon volt, felütöttük az R betűnél, és ott találtuk meg tulajdonképpen a rövid zárlatot. Bakor rábökött valaki, rövid zárlat. Igen. Godóra várt. Lehetett volna relé is. Adott esetben. Hungári akartunk lenni, csak az már foglalt. Az már foglalt volt többszörösen.
Fenyőlevél. 2000-ig tartott ez. Mi tette szükség? Egyáltalán miért mentetek szét? Gondolom, hogy nem elfáradt, hiszen értelmes, remek zenészek voltatok. Nem mentünk szét, ezt mindig úgy mondjuk, hogy nem volt búcsúkoncertünk, csak egy 18 éves kis pihi, amiben az összes tag nem tette le a lantját, hanem más-más zenei formációkba a mai hiszen napig. Hiszen mindenki játszik, igen, Boka, azt tudom. Zoló, Godi, Jómagam, Gábor, tehát az összes tag, még a kiegészítő vendégeink is, akik jönnek fúvos és egyéb percussionnel, hanem 2000-ben úgy hozta az élet, hogy nem tudtuk már folytatni magát, ezt a szórakozási lehetőséget, magát a Rocky klubot, és hát hely nélkül egy világos zenekarnak nem volt otthona, és úgy szépen úgy elpillettünk, illetve mindenki máshol próbált hát szerencsét más zenekarra. Tulajdonképpen magánéleti okokból szűnt meg. Egyrészt ugye a bátyám külföldre távozott huzamosabb ideig, és tulajdonképpen a Rocky klub végét azt én próbáltam, vagy hát én vittem a Rocky klub végéig, és tulajdonképpen én is ugye befejeztem a főiskolát, elkezdtem dolgozni, és tehát tulajdonképpen ilyen magánéleti okokból felnőttünk. Ez tulajdonképpen világos, de tehát mindenki úgy, játszott tovább zenét más formációkban, tehát az új évezred azért nem zene nélkül telt senkinek sem, viszont hogy kezdődött újra? Kinek jutott, pattant ki az ötlet a fejéből? Nagyon sok régi Rocky klubos arccal találkozunk a mai napig is, és ez 3 éve talán az egyik törzs rajongó barátunkkal futottam össze, és így kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha visszahoznánk ezt a régi rock and roll érzést, a régi bandát, a régi társaságot összehívnak, és próbálkozásaim voltak, elmentem a Felsővárosi Művelődési Házba, ami ugye a régi otthona volt, csak időközben a zenés-táncos rendezvények tartásába törvényváltozás, illetve jogszabályok léptek életbe, ami nem tette lehetővé, hogy a régi jó kis 2-300-as létszám az újra megismételje magát, maximum 80-an vagy 100-an fértek volna be, és hát akkor a kezdeti lendület alább hagyott. És az elmúlt évben, amikor Gábor itthon volt, Veréci Gabi, akkor úgy magától jött, hogy tényleg most már csináljuk meg, a szomszédban, a Felsővárosban van a táncház, és adta magát, hogy mi lenne, hogyha oda tudnánk ezt a régi rendezvényt áttelepíteni. Így van, ahol bizony elfér annyi ember, mint akik régen a Rocky klubba. Próbáltok már? Egy éve kezdtük el az igazi komoly munkát. Már ahogy a Bandi említi, mi osztálytársak voltunk, Gábor, Bandi meg én, osztálytársak voltunk középiskolában, és minden évben van egy osztálytalálkozónk. És ha máskor nem, ott mindig találkoztunk, és minden évben mondtuk, hogy mikor csinálunk már egy rövid zálatbulit. Úgy éreztük mindig is, hogy most már családilag is megállapodtunk, meg ismét igény lenne az élő zenére, meg nem felejtettük el azokat a dolgokat, azokat a dalokat, és tavaly, mikor a Gábor hosszabb ideig itthon volt, akkor vetődött fel az újrakezdés gondolata, és tavaly szeptember-október óta kisebb-nagyobb rendszerességgel próbálunk, hát most már természetesen befordultunk a célegyenesbe, és az utóbbi egy hónap az tényleg kőkemény munkával telt. Fel kellett eleveníteni a dalokat, mert közel 200 dalt játszottunk a pályafutásunk során, és ebből kellett egy 30-35-ös nagyságrendet kiválasztani, amiből aztán egy 20 most el fog hangozni. Tehát nagy buli lesz. Nincs kétségem felül, hogy lubickolunk majd ebben a történetben. Tehát akkor invitáljuk meg a kedves nézőinket, november 3-án szombaton a Malom utcai táncházban várják a rockrajongókat. Lesz természetesen táncház is, abban az értelemben, hogy rock. Tehát tanuljunk meg már rockizni ismételten, kérem szépen, ez egy felhívás is egyben. Igen. És természetesen lesz rövid zárlatkoncert is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Én azt ígérem kedves nézőink önöknek is, hogy természetesen erről a fantasztikus estéről mi beszámolunk még hozzá a
érdemesen, én azt gondolom, hogy hosszú távon gondolkodni, és majd azért kíváncsi vagyok nagyon. No, hát akkor sok sikert hozzá. Mi pedig, kedves nézőink, folytatjuk a Paletta magazint. Mendelssohn és Beethoven műveivel zárult a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat. Az est vendége, ugye rendhagyó ez a hangversenybérlet sorozat, hiszen minden este egy közéleti személyiség is vendég. Ebben az esetben a Brájer Éva kultúráért felelős alpolgármester volt a vendég. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat idei utolsó koncertjének. Az est vendége Brájer Éva, Székesfehérvár kultúráért felelős alpolgármestere volt. Ifjabb major István igazgató úr, amikor fölhívott és megkérdezte, hogy elvállalnám-e, hát nyilván az ember egy felkérésre képviselőként nem mondjon nemet, mert szerintem azt nem illik. Hát nem igazán értettem, hogy az István miért gondolja azt, hogy egy koncert szerető közönség érdeklődésére tarthat számot egy alpolgármester személye, vagy akár a munkája. Hát remélem, hogy nem fogjuk igénybe venni nagyon a közönségnek a türelmét és a figyelmét, úgyhogy remélem, hogy egy jó hangulatú este lesz, és hát nyilván a koncert pedig nagyon emelkedett. Koncert Selmeci Gábor a zenekar koncertmesterének jutalomjátékát hozta. A virtuóz hegedűművész E világ és túlvilág címmel Mendelssohn és Beethoven egy-egy klasszikus darabjával örvendeztette meg a komoly zene rajongókat. Mendelssohn démona kis hegedű versenye az egy igazi szalondarab, tehát egy ilyen azokat a korokat idézi tényleg, amikor a nemesi családok összejöttek hétvégenként 100-150-en nagy szalonokban, és ott néha rögtönzésszerűen adták elő ezeket a darabokat saját szórakoztatásukra. A Beethoven pedig különösen fontos a szívemnek, mert ugye Beethovenért egész Bécs küzdött, hogy annak idején ott maradjon abban a városban, és ne térjen vissza Németországban. Egy évvel előtt komponálta ezt a darabot, ami az utolsó befejezett műve, a 16. vonós négyese, opusz 135. És ezt is, mint oly sok darabot a bécsi klasszikában, Chopin Cik nevű fantasztikus hegedűs személyiség ihlette, aki abban az évben, azokban az időkben ott Bécsben működött. Az est házigazdája Vaklár Lajos a Fehérvár Média Centrum munkatársa volt, aki a bensőséges hangulatú diskurzusban Brájer Éva humánpolitikusként betöltött szerepéről, a kultúrához fűződő viszonyáról kérdezte az alpolgármestert. Olyan vendégeink voltak, akik országszerte ismertek. Ezeket az embereket megismerni egy kicsit a másik oldalukról, egy kicsit a múltjukat, a jelenüket és a jövőjüket is feldolgozni, azt hiszem, hogy az minden hangversenylátogató számára fontos, ráadásul ugye ez kapcsolódik a klasszikus zenéhez. A klasszikus zene szeretők pedig szeretnek a dolgok mélyére ásni, és ezek a beszélgetések pedig abszolút illeszkedtek ehhez, hiszen olyan emberek voltak a vendégeink, akik a saját választott hivatásunkban kiemelkedően teljesítenek, és országos ismertségnek örvendenek. Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója értékelte a négy helyszínen új tematikával megrendezett koncertsorozat történéseit, azokat a hangversenyeket, amelyek tovább öregbítették a fehérvári zenekar elismertségét. Harmadik alkalommal rendeztük meg a Somorjai Ferenc Kamarazenekari hangversenysorozatunkat. Mégis úgy éreztük, hogy meg kell újítanunk már a harmadik sorozatot, méghozzá szerettünk volna hozzátenni egy olyan töbletet, hogy ne csak a zenéről legyen szó, hanem a zene mögött húzódó érzelmekről, verbálisan, olyan személyektől, akik vagy hivatásuknál fogva foglalkoznak zenével, vagy elkötelezettek a zene iránt, és
lehetőség szerint olyan közszereplők, olyan ismert emberek, akiket kedvel szeret a közönség. A zenekarral legközelebb a Ciszterci templomban találkozhat a közönség Gúnó 125 címmel. A Halottak napi hangversenyen Gúnó és Bizé művei csendülnek fel székesfehérvári kórusok és neves szólisták közreműködésével. Nos, kedves nézőink, folytatjuk a Paletta magazint, mégpedig Látrányi Viktória kolléganőm egy remek kiállításon járt. Sand Viktor érzékeny szemmel járja és szemléli az őt körülvevő világot, a fiatal festművész észleléseit olast festményeken élethűen, fényképszerűen adja vissza. Közel 500 munkáját most az Oti Manifaktúra bemutató termében ismerhetik meg az érdeklődők. Belső építészet, egyedi tervezésű kövek, enteriőrök megfűszerezve kortárs festőművészeti alkotásokkal, lendületes zenei háttér és kalandozás a gasztronómia világába. Nem mindennapi kiállítás megnyitóra invitálta az érdeklődőket a Bolt Otti csapata. A kiállítás megnyitó során igyekeztek azt a sokszínűséget visszaadni a látogatóknak, ami az Otti manufaktúrát jellemzi. Mi volt a cél ezzel a programmal? Nem más, mint a testi-lelki egészség. Ugye az egészségben benne vannak ezek a gyönyörű dolgok, amiket itt fel tetsz sorolni pár szóban. Én úgy gondolom, hogy egy kiállításnak valahol a része a vizualitás mellett az, hogy halljunk jó zenét, ígyunk jó borokat, együnk, és akkor ez így teljes ünnepként hat az embernek, és igazi emlék tud maradni hosszabb távon. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez tükrözi az Otti Manifaktúrának a szemléletét is, ez a mostani program, tehát, hogy ilyen jellegű komplex dolgokban gondolkoznak? Én nagyon remélem, hogy mindenki ezt látja benne, és mindenki így tekint ránk. Nem tudom, hogy milyen színt, vagy téglát, vagy billentyűt tudnék kivenni ebből a nagy hatalmas gépezetből, vagy zeneszerszámból, amit mi létrehozunk és létrehoztunk. Azt gondolom, hogy ez a sokszínűség, ami minket jellemez, annak egy nagyon jó tükörkép ez a mai nap. Ahogy ezt említette, ez nem az első ilyen jellegű program, akkor mondhatni, ez egy hagyományos rendezvény itt a manufaktúránál? Hát egy évvel ezelőtt rendeztünk egy bolt megnyitót, így mi így neveztük. Az gyakorlatilag egyébként ennek az üzletnek az egyéves évfordulója is volt, csak a legelét nem sikerült megünnepelnünk, egyszerűen annyi teendőnk volt. Tehát egy évvel ezelőtt akkor rendhagyó rendezvénynek hívtuk a megnyitónkat, de azóta folyamatosan rendezünk kiállítás megnyitókat, és ez tulajdonképpen pont egy évvel a tavalyi megnyitóhoz képest történik ez az esemény, úgyhogy mondhatom, hogy inkább jubileumé ez a mai nap. Székesfehérvár alpolgármestere Brájer Éva a manufaktúra értékteremtő tevékenységére is felhívta a figyelmet, amely a saját érték létrehozatala mellett a művészet pártolásra, a meccenatúrára is kiterjed. Valami hihetetlenül találkoznak össze a különböző szellemiségek a képzőművészet, az alkotás, hiszen ugye egy olyan emberről beszélünk, akinek magának egy olyan vállalkozása van, amiben létrehozott egy olyan terméket, ami egyedi, mondhatjuk azt is, hogy világszabadalom, és hát ezt a terméket ma már láthatjuk építészeti megoldásokban. Láthatjuk itt a megyében, például Lajoskomáromban egy Páskom nevű helyen, de láthatjuk Villányban, akár a halas borászatnál, éttermekben, pincékben, szóval sok-sok helyen érdemes megnézni, gyönyörű. De ez itt nem az olcsó reklámhelye akar lenni, mert az ott alkotó emberségén túl nagyon művészetpártoló, igen, ezt mutatja azt, hogy Miklós Erika fogja megnyitni most ezt a kiállítást, és hát nem csak most kezdődött ez el itt náluk tulajdonképpen, mert én már korábban is jártam itt, és rettenetesen izgalmas és érdekes képzőművészeti alkotásokat láttam a falakon, és hát itt gasztronómia is mindig található, mert én úgy érzem, hogy az Otti a gasztronómiának is nagy szerelmese, és a magyar jó bor nélkül nincs semmi. Tehát akik őt ismerik, ők érteni fogják, és hát természetesen képviselőként, alpolgármesterként pedig nagy öröm, hogy nem csak a hivatalos intézményi helyeinken, mint a Szent István Király Múzeum, amire persze rettentesen büszkék vagyunk, hanem hogy ilyen kis alkotó szellemi műhelyekben is megveti lábát a kultúra. A társművészetek különleges ötvözete a kortárs művészet megértésében is segíti a szemlélődőket, így látja Miklósa Erika, opera énekes, aki a kiállítást a nagyérdemű figyelmébe ajánlotta.
Abszolút a társművészethez tartozik az építészet is, a belső építészet is, tehát ha kortárs művészeteket nézzük, bár annyira nem vagyok nagy guru, de azért figyelve a mai fiataloknak a ténykedéseit a kortárs művészetben megállapítható, hogy azért csodálatos, ez is egyfajta, csak ez sokkal jobban megfogható, mint mondjuk egy kortárs képzőművészeti alkotás, főleg ha a nonfiguratív részét tekintjük, de hát nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen helyszínen, és meg is ijedtem egy kicsit, mert úristen, azért ez nagyon nagy felelősség, hogy mondjuk én operaénekesként pont egy kortárs művésznek a kiállítás megnyitóján itt legyek, és egyáltalán pár szóval méltassam is azt. Nem csak, hogy itt legyen, hanem, hogy meg is nyitja. No, mire hívja majd fel a figyelmet? Hát pont arra hívom fel a figyelmet, hogy azért fontos a kortárs művészet megértése, mert ezen keresztül a mai fiatalok lelkihez is közelebb kerülhetünk. Ezek mögött, az alkotások mögött történetek vannak, ugye pont ha mondjuk a Viktor E kiállítását nézem, akkor ez abszolút a figuratív irányzat, de neki is vannak nonfiguratív, monokrom művészet, amelyek azért magyarázatra szorulnak, de pont ez a lényeg, hogy egy ilyen fórumon, mondjuk egy ilyen találkozón találkozhassunk a művészet. A bor és a kultúra találkozik itt ezzel a különleges eseményen. Mivel készülnek önök? Hát a bor és kultúra. Igen. Hát mi Ottóval nem most, már 10 éve találkoztunk, építgettük egymás vállalkozását, és hát lassan-lassan mind a ketten fölnőttünk, és ahogy itt elnézem a boltba a fejlődést, a választékot, hát bizony büszke lett az Ottó arra, amit elért, és hát talán nem illúzió romboló azt mondani, hogy hát bizony a kis egyszemélyes kis manufakturális, kis faragó stádiumból egy évtized alatt ezt megtenni, az nem semmi. Egy kis kóstolót is tartanak. Milyen borokkal ismertetik meg hát a látogatót? Egy kis rozé, ugye az illő bekopognival a rozéval, majd egy szép kis nőies szirával, és egy kékfrankos bikavérrel. Véleményem szerint két fajta a legjobb rozénak, ez a Pinot Noir és a kékfrankos. Mert mind a kettő szép savú, gyönyörű, szép illatos, nagyon gyümölcsös, kevés tannin szerkezetű, lehet egy kicsit áztatni, lehet érlelni, nem lesz cserés a bor. Tehát ez a két fajta nagyon alkalmas rá. Mi ebből a kettőből készítjük, de zömmel most már Pinot Noirból, és nagyon keskeny palló van alattunk ahhoz, hogy az éretlen és az érett határ mesdjéjén ott közlekedjünk, mert hogyha már érett a szőlő, már nincs olyan szép illat, az egyik legnehezebben elkészíthető bor. Sandl Viktor munkái szinte fényképszerűen tükrözik a valóságot, ugyanakkor minden festményen mégis egyedi íz érezhető. Amit magamba szívok, az a dolog, ami a gyerekkoromból adódóan körülvesz, stb. Ezt próbálom visszaadni a vásznon is. Gyerekkorom óta tulajdonképpen szeretem a rajzolást, művészeti szakközépiskolába jártam, tehát onnantól folytatólagosan autodidakta módon lehet mondani, hogy képeztem magam, vagy fejlődtem. Voltak olyan emberek, akik ebbe segítettek, de előtte is, tehát iskolás koromban is, általános iskolás koromban is, óvodás koromban is emlékszem, hogy mindig rajzoltam, tehát volt rajzpályázatokat, nyertem már általános iskolás koromban, óvodás koromban, és egész olyan élesen benne vannak az emlékek, tehát még emlékszem azokra a rajzokra, amiket akkor rajzoltam. Tehát nálam nem lehet mondani, hogy ez valóban elkezdődött, ez egy folytatólagos dolog. A realizmusból azt lehet mondani, valamilyen szinten elindulok, itt látszik egy-két képen, és akkor ugye utána vannak olyan dolgok, amik egy kicsit az ember ezt átszövi, tehát egy kicsit saját maga gondolatvilágát beleviszi a dolgokba, a képekbe, és akkor maga ez a realista stílus, ez kicsit úgy átszövődik, úgy átváltozik. A kiállítás egy válogatás, hiszen évekkel ezelőtt készült festmények épp úgy helyet kaptak a kiállító térben, mint a legfrissebb munkák. A tárlat az Otti Manufaktúra székesfehérvári bemutató termében várja az érdeklődőket egészen január végéig. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!